A lány édesanyja Svetlana Szimendics szinte minden nap kimegy a tragédia helyszínén felállított síremlékhez, amelyen az elmúlt három évben mindig friss a virág. Azt, ahogyan érzem magam, szavakkal nem lehet leírni. Csak én tudom, és az édesanyám, aki mindig mellettem van és támogat. Sajnos három év telt el számomra nagyon gyorsan, de eredmények nincsenek. Milica Barasint 2010. október 7-én gyilkolták meg, mindössze 50 méterre az otthonától. A gyilkos feltehetően hátulról támadt a lányra, egy éles tárggyal többször nyakon szúrta, majd itthagyta a testét a sinek mellett. A család élete a tragédia után teljesen megváltozott. Az édesanyja folyamatosan tartja a kapcsolatot a rendőrséggel, azonban az ügyben eddig nincs előrehaladás. Azt hiszem, sokkal könnyebb lenne nekem, ha kiderülne ki a tettes, ha megbüntetnék és oda kerülne, ahol a helye van. Elsősorban az én milicám miatt, de a többi gyerek miatt is, mert félve járni az utcán borzalmas. A brutális gyilkosság elkövetőjét nem találták meg, de még az indíték sem ismert. A család értetlenül áll a dolog előtt. Kérdéseikre senkitől sem kapnak választ, a bizonytalanság pedig csak nehezíti a gyászt.